Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy tempel jóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás Lirien számára. Kedves Lirien, üdvözöllek téged, de ennél a jóslásnál most nem rólad van szó, hanem a te lelki társadról. Először elmondanám azt, hogy mit tartalmaz ez a tempel jóslás. Mindenkinek vannak álmai, vágyai, reményei, és mindenki szeretné ezt megvalósítani. De ehhez kell a hitünk. Ha nincs ez a hit, akkor nem valósul meg. És kell valami, ami a hitünket erősíti. És ezt mi a Jóistennél találjuk meg. Mindenki másképp, vannak különböző vallási területek. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy higgyünk a jó Istenben. És kell egy hely, ahol érezzük az isteni hatalom közelségét, mert ez ad számunkra erőt. Kell valamiben hinnünk. De nem csak kívül van egy ilyen templom, vagy tempel, vagy egy ilyen szent hely, hanem a mi belsőnkben is. És ha mi meditálunk, akkor el tudjuk képzelni azt, amit szeretnénk elérni. Ha ezt így képekben magunk előtt látjuk, akkor ide fordítjuk az energiánkat, és ez megvalósul. Természetesen reális dolgokról kell, hogy legyen szó. És most megtekintjük a párodnak a horoszkópját. Te nem tudod, hogy ő hány órakor született, így nem tudjuk megállapítani az élet területeket, mert ahhoz kellene az időpont, a pontos időpont. Viszont én megnéztem a bolygók állását, és nagyon érdekes az ő horoszkópja. A mi naprendszerünkben vannak ilyen személyes bolygók, a Szaturnusz bolygóig. Az kihat a sorsunkra, a személyiségünkre, és Szaturnusz bolygó után vannak az úgynevezett külső bolygók. Ezek a külső bolygók, Uránusz, Neptun és Plutó lassabban mozog, mint a másik bolygók, tehát hogy nem egyedüli, hanem azok, akik ebben az évben születtek, mint ő, ugyanazon a helyen van ez a bolygó. Nála az Uránusz az oroszlán jegyében, Neptun a mérleg jegyében, és Plútó szintén az oroszlán jegyében. De mindenkinél, aki ebben az évben született, ahogy ő. Ami inkább érdekesebb, ezek a személyes bolygók. Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz bolygó. Azon kívül a nap és a hold állása. Az ő horoszkópjában mindez a bak jegyében van. A bak jegyében van a nap, a hold, Merkur bolygó, Vénusz bolygó, Mars bolygó, Jupiter bolygó és Szaturnusz bolygó. Az összes személyes bolygó, azon kívül a nap és a hold, mind a bak jegyében. Kétú, a lefele mozgó hold csomó, egy kármikus csomó, ami a múltjára utal, amit ő átélt a korábbi életében, szintén itt van a bak
jegyében. És innen keres egy kiutat. A bak jegye adja neki a belső erőt, mert vannak tervei, amit ő meg tud valósítani. Ő nagyon sokat elér az életben. De számára fontos egy kiút. Azt Ráhu a felfele mozgó holdcsomó mutatja, ami szintén egy kármikus csomó. A lelke kiválasztotta ezt az irányt, ezt az életutat, mert ez, ami őt felszabadít. Szüksége van rá, hogy itt is kiismerje magát, és Ráhu az a rák jegyét mutatja. Szüksége van a rák jegyére, és az szimbolizálja az érzelmeket, az intuícióját és a családi kapcsolatot. Ami nála még fontos ez évben, itt a bak jegyében mozog Szaturnusz bolygó, egész évben azon kívül Plutó. Lesz Jupiter hatás is. De én a Szaturnusz bolygóra térnék rá, mert Szaturnusz az a sorsunknak a bolygója, itt lesznek sorsdöntő változások. Talán egy új irány. És mi az új irány? Egy család alapítása. És most megnézzük ezt a tempeljóslást. Ez a kép itt középen mutatja azt, hogy mi az, amit ő tervez, mit lehetne megvalósítani. Itt láthatók a botok. A botok jelentik a tűz elemét, jelenti az ő bátorságát, az akaratát és a lelkesedést is. Viszont ezen a képen láthatunk egy férfit, aki csupán két botot vesz a kezébe, mert ő ezt ismeri. Ebben úgy megbízik. A másik öt bot ott van mellette, de oda sem figyel, észre sem veszi. Tehát ő csak abban az irányban mozog, ahol kiismeri magát. A lehetőségek ott vannak, de nem figyel oda rá. És most megnézzük a következő képet. Ez a kép ott felül bal oldalon mutatja azt, hogy mi fontos számára, miről álmodozik, és ez a szerelmi kapcsolat kettőtök között. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya utal arra, hogy mi az, amiben ő hisz. Mutatja az ő hitét. Itt láthatunk egy férfit, aki nagyon elgondolkozik valami felett. És mi az, mi a gondolata? Ott van előtte egy kehely. És az utal az ő érzelmeire, de nem tudja, hogy hogy tudná kimutatni az érzelmeit. Ne csodálkozz el ezen, mert az ő bolygói, a napja, a holdja, az mind a bak jegyében van, és emiatt ő nagyon zárkózott. A kiút, ahol a kármikus csomója van, a felfele mozgó, holdcsomó a rák jegyében. A rák jegye az a víz eleméhez tartozik, ugyanúgy, mint ahogy ez a kártya is mutatja, a kelyhek szintén a víz eleméhez tartoznak, és itt érzelmekről van szó. Sőt, mély érzelmekről, ő szeret téged, de nem tud erről beszélni. És most megnézzük a következő kártyát. Ez a kártya ott fent jobb oldalon mutat egy isteni üzenetet.
Itt látható 7 kard, és ezek a küzdelmek. Nála ez utal a múltra, nehéz évei voltak, de utal egy belső harcra is. Számára fontos a nyugalom, a belső egyensúly, a hit, a szeretet, és keres valakit, akiben megbízhat. A 7-es szám a hold energiáját mutatja, és az utal az ő álmaira, az ő vágyaira, az ő terveire, és ezt meg fogja kapni, de ebben neki hinni kellene. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép azt mutatja, hogy mi az ő terve, mi az ő elképzelése. A 2-es szám utal egy párkapcsolatra. A kardoknak is van jelentése, mégpedig azt mutatja, hogy fontos számára, hogy áttegye magát a nehézségeken, a félelmeken, mert a kardok jelentik a levegő elemét, ő szeretne végre fellélegezni, azon kívül utal kommunikációra, szerződésre is. És most megtekintjük a következő kártyát. Itt ez a kártya mutatja az ő hitét. De itt a szellemek láthatóak, és az utalhat ilyen babonás dolgokra. Lehet, hogy fél ettől, az lenne fontos számára, hogy áttegye magát ezeken a gondolatokon, és erősítse a belső hitet, hogy ő higgyen magában, hogy higgyen ebben a szerelemben és az isteni erőben. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kártya azt mutatja, hogy mi az, amit ő idén megvalósíthat. A kardok azok utalnak az ő gondolataira, terveire, a kommunikációra, és lesznek erre lehetőségek, hogy tisztázzon valamit, rendeződjenek a dolgok, és a 4-es szám a biztonság érzését mutatja. Ő növekszik is, ez látható a képen. És most megtekintjük a következő kártyát. Mi hoz sikert számára ez évben? Ezt mutatja itt ez a királynő. És ez a királynő uralkodik a víz eleme felett, ami az érzelmekre utal. Ki ez a királynő? Te vagy ez a királynő. Ez a szerelem, ez a párkapcsolat, ez sikerekhez vezet, vagy te segítesz neki abban, hogy sikerei legyenek ez évben. És most megtekintjük a következő kártyát. Mi az ő feladata ez évben? Ezt mutatja ez a kártya. Kezébe kellene venni ezt az arany érmét. Ez utal az anyagiakra, a hivatására, de az értékekre is. Feltenni a kérdést, hogy mi értékes számára. És itt belső értékekről is szó van. Azon kívül ez az arany érem jelzi a föld elemét, és ezek a reális dolgok. Meg kell valósítania terveit. Ha neki most az a feladata, hogy odafigyeljen az érmékre és az értékekre, nekem valami azt súgja, hogy az ő horoszkópjában a bak jegye a 2-es életházban van, ahol szintén anyagiakról, értékekről van szó, akkor az azt jelenteni, hogy az ő aszcendentusa az a nyilas jegyében van. Kedves Lirien, így tudtam ezt a tempel jóslást elmagyarázni, köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!